Damn.dog. Damn.dog. De sziasztok, az én nem van, és srácok, illetve lányok. Ma egy érdekes játékot fogunk játszani, ugyanis WikiHow. Nem tudom, ismeritek a WikiHow-t. A WikiHow az egy olyan oldal, ahol tényleg mindent megtaláltok. Szóval az, hogy how to kinyitni ezt az üveget. Hogyan kell felállítani ezt az üveget. Szóval tényleg minden fenn van. A mai játéknak a lényege az, hogy kapunk egy képet, és hány opció van? 4 opció közül ki kell nekünk találni, hogy a kép az mit akar nekünk ábrázolni, mit akar nekünk megmutatni. Na most ebben az esetben mi látunk egy embert, akit zöldségeket eszik, elég ilyen pürésített formában, és van 4 opciónk. Az első az, hogy hogyan találjunk férjet, hogyha sokkal több nő van, mint férfi az országodban. Ezt nem egész értem, hogy mi közön van a főzéshez. Hogyan legyünk erősek, az lehetséges, így a zöldségekre ítélve. Hogyan tűnjenek el a Jehova tanúi. Illetve, hogy hogyan csináljunk nevető jógát. Aha, a nevető jóga az, amikor csak azért is nevetsz, mert azt állítja, hogyha erőltetve is nevetsz, az ugyanilyen hatása van rád, mint hogyha természetesen nevetnél. Köszönöm szépen, Wikipedia. Hát én maradnék a hogyan legyünk erőseknél, valószínűleg a zöldségek azok jót fognak nekünk tenni, illetve gyümölcsök, go! That's right! Lehet ezt skippelni kéne. Fiú, próbálja a lányt, még miért rámegyek a válaszokra, hát nem tudom, valami mókázni, nem tudom. Hogyan piercinged a mellbimbódat? Jó, ez valószínűleg nem helyes. Hogyan tervez el egy Disney utazást? Ezt kinézem a képből. Hogyan érjünk hozzá egy lányhoz? Oké, ez lesz az. Rendben. Helyes. Következő. Egy nő, mekkora alkarod van te? Uramisten, akkora az alkarod, mint az autó. Csávó arcán látszik is egyébként, hogy valami nem oké. Hogyan flörtöljünk egy csinos nénivel? Hát nem hiszem, hogy ilyen arccal. Hogyan viselkedjünk úgy, mint egy fiú? Hát ezt kinézem a képből. Hogyan nyerjünk meg Skandert? Na ez abszolút, szóval ebből az alkarból ítélve. Ha csak nem másra használja azt az alkart. Hogyan tudjuk meg azt, hogy a barátnőnk közösülni akar velünk? Hát én maradnék a másodiknál. Az csávó tekintete az nekem mindent elárul. Rendben, ez is jó. Na ez mi? Itt valamit fog a mit fogszott? Hogyan szerezünk barátokat? Hogyan együnk az iszlám vallásban? Hogyan legyünk sikeres tinédzserek? Ezt talán még kinézem. Hogyan legyen anime szemünk? Ezt is kinézem. Az utolsó kettő közül tudnám. De inkább a sikeres tinédzserek. Nem. Mi volt a teljes válasz? Hogyan szerezünk barátokat? Na ez mi lehet? A csávókám... hogy lehet így leesni egy létráról? Hát itt is itt van, hogy hogyan tervezünk meg egy Disney utazást, de valahogy én ezt nem nyílt lábakkal tervezném, miközben lesz mondok egy létráról. Hogyan beszéljünk egy authority, hát ez ilyen felsőbb rangú valakihez? Na most azt se feltétlenül így tenném. Mi van az ujjaddal neked itt amúgy? Hogyan eres csatornázzunk? Na ezt már kinézem belőle. Illetve hogyan állítsuk meg a maszturbálás utáni függőségünket? Mivel játszok én? Rendben, csatornázás. Oké, következő. Mi ez a kép? Fájos, lássuk a 4 opciót. Hogyan kezeljük egy barátunk halálában? Erről az arcról ítélve, Uramisten. Hogyan legyünk keresztény vezetők? Hogyan relaxáljunk, amikor betegek vagyunk? Hogyan lopakodjunk, mint egy ninja? Valószínűleg ez lesz. Igen, nagyon jó. Következő. Te Uramisten, mi ez? Várjál, van egy ember... ezt elemezni kell. Van egy emberünk, aki valamitől fél, ugyanis... ráijesztettek? És az mi ráijesztettek, megijedt
aztán nevetett. Oké? Okay. Erre a másik mondja neki azt, hogyha rádiesztenek, akkor... Vagy... He? Ha rádiesztenek, akkor egy körforgásba kerülsz bele, ahol végig rosszul vagy. És emellett még mond egy olyat, hogy neves, mert hogy az pozitív. És ő itt középen mit csinál? De lássuk a négy választ. Hogyan vegyük észre a jeleket, hogy be vagyunk rúgva? Abszolút megjelölném most azonnal. De legalábbis így a képről ítélve. Hogyan legyünk bátrak? Talán még az is jó. Hogyan vágjunk egyenes fejet? Hogyan játszunk el egy átverést? Na most ezt, én szerintem az első. Ez abszolút az első az, hogy ezek vagy be vannak rúgva, vagy be vannak rúgva. Nem. Hogyan legyünk bátrak? Jó, ez jó. Ez mi lehet? Egy nő, hogyan üljünk rá egy székre? Én csak ezt tudom elképzelni. Hogyan pisíjünk? Még az is benne van. Hogyan engedjük el a kutyánkat a pórázról? Hogyan flörtöljünk egy csinos lényvel? Ez már volt egyszer egyébként. Hogyan gyógyítsunk meg tört csontokat? Hát ez most hülye hangzik, de szerintem ő egy lány van a képen, ez az, hogy hogyan próbáljunk meg pisilni. Kétlem, hogy azzal, hogy leülsz, tört csontokat javítasz. Ez így van. Örült vagyok és nevetek közben, milyennek a címe? Hogyan viselkedjünk úgy, mint a doktor a Dr. Hooper? Hogyan gyógyítsunk meg törött csontokat? Hogyan nyerjünk meg egy csikiző háborút? Hogyan... Ezt most nem fordítom le. Maradjon a Dr. Who... Nem. De a Dr. Who-ra mentem, nem? Félre nyomtam? Bocsi. De én Dr. Who-t akartam. Kávéző előtt van egy hölgy, aki nyújtja a kezét valakinek, lássuk mik vannak, hogyan legyünk, hogyan lopózzunk úgy, mint egy ninja, nem az már volt, hogyan érjük el, hogy a Jehova Tomai eltények, az is volt már, hogyan találkozzunk egy pornósztárral a környéken, hogy hogyan fingjunk halk. Jó, azért két véglet megvan szerintem. Hát ez szerintem inkább a pornós. Ez a pornós. Kétlem, hogy a nő az most itt közben engedné ki a gőzt. Pornó. Jó. Hogyan nevezzük meg a hajunkat nagyon hosszú? Hát ez biztos, hogy nem, mert a kis pompomonddal az nem hiszem, hogy túl hosszú. hogyan okozzunk rémámokat? Hát az lehet nekem meg lesz ma estére. Hogyan adjunk valakinek... hát ilyen... Mi az, amikor kiszívják itt a nyakadat? Hogyan táncoljunk egy nightclubban? Hát szerintem megvan a rémálmos dolog. Nem. Hogyan táncoljunk egy nightclubban? Te így táncolsz egy nightclubban? Ez mi? Könyörgök, mi ez? Bevetted a gyógyszeret, én arra satszolnám egyébként. Lássuk a négy válasz lehetőséget. Hogyan legyünk lánykémek? Hogy jön ez ide? Hogyan mondjunk el egy hazugságot, anélkül, hogy ez kiderüljön? Mondom, hogy elmondtuk. Ez amúgy egy nagyon érdekes dolog, mert én úgy vagyok vele, hogyha valakinek egyszer elmondasz egy titkot, akkor az már többé nem titok. Amint elmondasz valakinek egy dolgot, nincs meg a garancia, hogy ez ne jusson tovább. Ez nem tudom, hogy jön ide. Hogyan érezzük itt is a... Hát ezt most megint... Ezt inkább nem fordítom le. Nyugodtan keressetek rá, és így family-friendly marad a videó is. Hogyan ismerjük fel a traumát autista emberekben? Hát talán még a hazugságos. Go. Nem. Oké, egy üzletben vagyunk, ahol egy hölgy, aki egyébként úgy néz ki, mint Annabelle, néz egy szobrot, ami le van fedve, ez egy múzeum lehet szerintem inkább. A négy lehetőség az nem más, mint hogyan öltözünk fel úgy, mint egy hillbilly. Mint egy parasztlegény? Ki van itt felöltözve, hogy mint egy parasztlegény? Hogyan szedd rá az embereket, hogy azt higgyék, hogy boszorkány vagy? Nagyon úgy néz ki, mint Annabelle egyébként, úgyhogy én ezt az opciót megtartanám egyelőre. Hogyan viselkedjünk úgy, mint egy bűnöző? Ez is nagyon jó. Ez lesz az. Hogyan legyünk érdekes? Bűnöző? Nem. Hogyan? Jó. Akkor marad Annabelle. Köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Ha még nem vagytok feliratkozók, iratkozzatok fel. Iratkozz fel! Ma kedd van. Nem tudom, mikor nézed a videót, de ma kedd van. Kedden fel kell iratkozni.